Mindenhová követi anyját, még óvatosan lépdel a szalmában a szurikát a négyesikrek egyike. Egy hónapja születtek a győri állatkertben. A csapatban már jól mozognak, és nem csak a látogatók, de a gondozók is nagyon örülnek nekik, hiszen szüleik és az egész kolónia csak néhány hónapja az állatkert lakói. A kicsik már 4 hetesek, 4 vannak összesen, és így 4 hetes korukra már elkezdték kóstolgatni a szilárd táplálékot. Néha már előfordul, hogy a szüleik kihozzák őket nézelődni a külső kifutóra, de főleg még bent vannak. Igazi gyerekek esznek, alszanak, most már játszanak is, felfedeznek. Látszik, hogy ki lesz közülük a dominánsabb, ki az, aki kicsit a háttérben marad. A dominánsabbik az mindig az édesanyját követi, megy utána, nézelődik, rettentően aranyos kis állatok. A kamerától még távolabb helyezkednek el, de az ínyenc kukacokra bármikor kaphatóak a fürge négylábúak. Az őrszemek most még jobban figyelnek, hiszen apróságok is vannak a társaságban. A szurikáták nagyon érdekes családi környezetben növekednek. Alapjáraton úgy működik ez kint az afrikai szurikáták között, hogy van néhány család, mondjuk 2-3, és ez a néhány család alapít, vagy alakít egy körülbelül 30 fős kolóniát. Ebben ugye különböző alfanőstények vannak, ugye 3 család 3 alfanősténye, illetve alfahímje, és akkor viszont az egybeállt kolónia már együtt neveli föl a kölyköket. Nálunk szintén az történt, hogy 2 különböző helyről érkezett család állt, vagy hát mi ugye az állatkertben állítottuk őket össze egy kolóniává, és közülük kialakult a rangsor, és az alfanősténynek a kölykeit láthatjuk most itt ebben a kis csapatban. Ami még érdekes, hogy az alfanőstény az, aki egyedül szaporodhat, viszont a többiek mindannyian részt vesznek a kölykök nevelésében, mint egy igazi nagy család. A szurikáták kifutóját próbálták úgy berendezni, hogy jól modellezze a természetes környezetüket, az állatkerti csapat tagjai pedig úgy osztják le egymás között a szerepeket, ahogy a vadonban élő társaik. Van egy központi üregrendszerük, amit minden nap újraásnak, ugye abba keresik az élelmet, ott nevelik a gyerekeiket, ott mennek el mosdóba, hasonló, hát így ugye idézőjelesen, viszont nagyjából 2-3 kilométert vándorolnak ezek az állatok naponta, ugye élelem után kutatva, és mindegyiknek megvan a kolóniában a maga szerepe. Aki tehát igazi cukiságra vágyik, annak nem érdemes otthon ülnie, hiszen a Xanthus János állatkertben az apró szurikáták mellett albínó kenguru bébi is látható.